Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondót látják 2018. január 25-én csütörtökön. A pontos idő 19 óra. Tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Mezőtúr polgármestere beszélt a 2018-as projektekről. A 13. Alföldi Betyárételfőző Fesztiválról. Szabó András fotókiállítása. Herceg Zsoltot, Mezőtúrváros polgármesterét kérdeztük a 2018-as esztendő első felében induló projektjéről. Televíziónknak elmondta, több is indul ebben az esztendőben, viszont akadnak olyan fejlesztések is, aminek a kivitelezési munkálatai csak jövőre kezdődhetnek el. Ugye már volt szó a 2018-as tervekről, mégis mi az, ami az év első felében elkezdődhetnek? Melyek azok a projektek? Igen, ezek változóak. Az előre haladottsági állapotok tulajdonképpen projektenként változik. Én úgy gondolom, hogy például az ipari park, ugye azt is megnyertük az ipari park fejlesztését, de ugye a projekt nagysága az 430 millió forint, és a kivitelezés is több mint 300 millió forint lesz. Ebben az esetben egy speciális közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Tehát például az a projekt, az csak 2019 tavaszán indulhat meg, most jelen pillanatban ezt látom, az építkezés, de van nagyon sok olyan projekt. Még ide sorolnám talán a kerékpárutat is, abból sem sokat fogunk tudni az idei esztendőben megépíteni, most még legalábbis úgy tűnik. Ugye ráadásul az észak-déli kerékpárút esetében ott van a gyaloghídnak a felújítása és a Hortobágy-Berettyó főcsatornán. Tehát ott is ugye az engedélyezési eljárás bonyolultabb, hiszen budapesti hatóság fog majd ugye engedélyt kiadni rá. Tehát itt is egy elhúzódó folyamatot várok. Viszont például a Mak József utcai idősek otthona, az említett bölcsőde és óvoda beruházása, városháza, nyílászáró, például ezek mind-mind az idei esztendőben megvalósulhatnak. Itt például a bölcsőde és az óvoda vonatkozásában majd az egésznek a logisztikája lesz az érdekes, hiszen a beruházás a kivitelezés idejére a gyermekeket valahol el kell helyezni, hiszen hogyha ilyen jellegű munkák zajlanak, ott gyermekek nem tartózkodhatnak a helyszínen, hiszen balesetveszélyes tevékenységről beszélünk. Tehát ezek már az idén is, tehát ha általánosan akarok beszélni róla, most ugye megint csak nem akarom projektenként felsorolni, akkor ugye a mezőtúriak várhatóan azt fogják tapasztalni, vagy például a zöld kapcsolat még egy pillanatra, ami a településünk számos pontját érinti, ugye a Vadászház, Erzsébet, Liget, Ligetitó, aztán itt, ha jövünk fel a piaszcsarnok mellett, itt a Földvári utcát, aztán itt a Szabadságteret, a Könyves Kálmán utcát és a Petőfi utcát. Tehát ezek is mind-mind az idei esztendőben már elkezdődhetnek. Én úgy látom most a jelenlegi tervezési folyamatot látva, illetve az egész projekt előrehaladását látva. Úgyhogy az építkezések zöme az idén elkezdődhet, lesznek olyanok, amelyek jövő tavasszal, és tulajdonképpen a befejezésük ezeknek a projekteknek az 2019 végére 2020-ra tehető. Ahol fizikálisan építkezünk, minden bizonnyal 2019-ben befejeződik, de ugye említettem, hogy vannak azok a projektek, amelyek úgymond ilyen szoftelemeket tartalmaznak, tehát civil szervezetek támogatásától kezdve különböző rendezvények megszervezésén át számos dolgot. Egy projekten belül is van olyan, ahol tucatnyi féle fajta dolog fog történni. Tehát a lényeg az, hogy ezek a projektek például 3 évig tartanak, tehát ezek már 2020-ban fognak minden bizonnyal befejeződni. Tehát az elmondottak alapján látható az, hogy 2018-tól 2020-ig sok minden fog történni, a város sok pontján lesz kivitelezés, előre is mindenkinek a megértését és türelmét kérem, mert ezek ugye bontással, felfordulással a mindennapokat azért fel fogják egy kicsit borítani, de hát nyilván a végcél az az, hogy szépüljön a település, olyan értékeket hozzunk létre, amelyek aztán az itt élőknek a kényelmét, biztonságát fogják szolgálni.
Még egy dologról nem beszéltem, nagyon szeretném elérni, jelen pillanatban még nem tudom biztosan ígérni a mezőtúriaknak, de arra törekszünk, hogy ezen a téren is tudjunk fejlődést felmutatni a térfigyelő rendszerünknek a tovább bővítéséről. Már ugye többször beszéltem, az elmúlt esztendőben sajnos erre nem kerülhetett sor anyagi okok miatt. Mindenképpen szeretném azt, hogy az Újvároson az alsó részen még több kamerát, egészen pontosan 21 néhány kamerát helyeznénk ki újonnan, és akkor már a kamerák száma elérni az 50-et. A közbiztonságot a mai napon nem is érintettük igazán, természetesen ez is egy nagyon fontos dolog, hiszen akkor beszélhetünk élhető településről, hogyha az emberek biztonságban érzik magukat, a szubjektív biztonsági érzetük az rendben van. És ehhez nagyban hozzájárul a térfigyelő rendszernek a fenntartása, működtetése, hiszen a felderítés terén, meg hát tulajdonképpen a bűnmegelőzés terén is jelentőséggel bír, hiszen azért visszatartó ereje is van ezeknek, tehát mindenképpen szeretnénk ezt is bővíteni, hiszen a közbiztonság terén is azért van mit javítani. Ez nem azt jelenti, hogy alapvetően nincs rendben, nyilván azért vannak problémák, amiből jobb lenne, hogyha minél kevesebb lenne, úgyhogy erre is törekszünk, hogy a közbiztonságot az önkormányzatunk által, amit meg tudunk tenni ezen cél elérés érdekében, azt tényleg tegyük meg. Úgyhogy ezt is nagyon fontosnak tartjuk. Keresztes Péter Pált, Kérpó polgármesterét kérdeztük az idei 13. Alföldi Betyár Ételfőző Fesztiválról. Kiemelte, hogy igyekeznek minden korosztály kedvébe járni, és újdonságként ebben az esztendőben kiegészítik a fesztivált a Kárpát-medencei betyárok találkozójával is. Ebben az évben a 13. Betyár Ételfőző Fesztivált fogják megrendezni két pont. Mit lehet tudni erről az idei évről? Az idejében 2018. június 15, 16-án és 17-én kerül megrendezés az Alföldi Betyár Ételfőző Fesztivál. Ezt annyiban egészítjük ki, hogy az idejében összehozzuk a Kárpát-medencei betyárok találkozójával is, és ezen a rendezvényen, ugyanúgy, mint a többi rendezvényünkön is, elég sok fellépő lesz majd. Ami eddig lehet tudni, és a plakátokon már az előzetesben szerepel, például az Oszcián, a Kárpátia, a Triász, és még több zenekar is lesz. Sok zenekarral még tárgyalásban vagyunk, azért nem szeretnék előzetesen, még a Skitty a zenekart is megemlíteném, ővelük már azért van szerződésünk, a többi zenekarral még tárgyalásban vagyunk. Próbáljuk úgy összeállítani magát a rendezvényt, a három napot, hogy minden korosztály megtalálja a maga számítását, azt a zenei műfajt, amiért érdemes idejönni két óra, és azt is el kell mondjam, hogy minden évben, mint az idejében is törekszünk arra, hogy egy családbarát rendezvény legyünk, ugyanúgy ingyenes gyermekjátékkal várjuk az ide látogatókat, és természetesen akik messzebbről jönnek, vagy a közelről, de nem szeretnének este hazamenni, sátorozási lehetőséget biztosítunk, és ugyanúgy, mint a tavaly évben is lesznek zuhanykonténereink, ahol este még egy jó kis fürdőt is lehet venni. A parkoló része megint a focipálya területén lesz, vagy a helyszín ugyanaz marad, mint tavaly? Hát a helyszín ugyanaz marad, mint tavaly, megint a futballpálya lesz az a terület, ami alkalmas erre. A tavaly évben csak egy körülbelül számot mondok, hogy ezt mindenki nagyjából tudjon visszanyítani. 6000 gépjárművet helyeztünk el a három nap alatt, és a 6000 gépjárműnek a parkoltatása azért nem egyszerű feladat az ilyenkor a településre látogatóknak. Én mindenkitől kérek türelmet. A tavaly évben nagyon jól megoldotta a parkoltatást az önkormányzatunk, vagy a szervező cég összességében. Én arra kérek mindenkit, hogy amit majd elkérünk támogatói parkolói jegybe, azt ne úgy nézzék, hogy mi ebből meg akarunk gazdagodni, hanem mindenki arra gondoljon, hogy ez egy olyan rendezvény, hogy utána bejön ide és egy színvonalas rendezvényt lát, ahol végül is ingyenesen szórakozhat, kedvére szórakozhat, és itt a gyerekekkel meg el lehet menni játszani, különböző programok is lesznek a gyerekeknek külön, mert odafigyelünk, mert mivel tényleg egy családbarát rendezvény vagyunk. Nem említette a betyár találkozót, ez
pontosabban ez mit akar? Igen, hát ezt visszavezetném a tavalyi évre. Tavaly évben volt a harmadik legfárfőző fesztiválunkon egy olyan kezdeményezés, hogy kifőztük együtt a Kárpát-medence legfárját, és akkor úgy gondoltuk, hogy ne csak akkor mozgassuk meg a Kárpát-medencét, amikor legfárt főzünk, hanem mivel képpó egy betyárétel főző fesztivál is, akkor így a Kárpát-medencéből a betyárakat is hívjuk össze. Erre van is ígéret, hogy jönni fognak, és emellett még arra is szeretnénk kérni, főleg a madatestvér településünket, mivel képpónak is van most már erdélyi testvér települése, kárpátaljai testvér települése is, és arra kérjük mindenkit, hogy a szombati nap folyamán lehetőség szerint főzzenek. Azért nekem nagyon jó azt látni, hogy az első fesztiválokon még egy-két fő főzött, a tavalyi évben már 50-en főztek, és az idei évben meg már ígéretet kaptunk, hogy még többen fognak főzni, nem csak helybeliek, hanem mondjam azt, hogy határon túlról is fognak jönni, és remélhetőleg főznek majd lehet egy jó kis betyáros ételeket is. A főzőversenyről akkor beszéljünk még pár szót. Milyen kritériumok vannak, milyen ételeket kell készíteni? Van-e már egyáltalán ehhez kapcsolódó terv? Hát végül is kritériumokat nem szoktunk megszabni. Mindenkitől attól azt szoktuk kérni, hogy próbáljon egy olyan ételt megfőzni, az, ami az ő tájjellegére, az ő kultúrájukra visszavezethető, de természetesen, ha valaki egy jó birkapörköltet, vagy egy jó marhapörköltet akar főzni, természetesen azt is megfőzheti, de fogják a zsűri azt is nézni, hogy ki főzi például a legkülönlegesebb ételt, vagy több kategóriát fölállít, mert valaki főzött, csináltak levest is, vagy tésztaféléket is, tehát különböző kategóriákat állít majd fel a zsűri. Végül is itt mindenki íze kedve szerint főz, úgyhogy bármi, tehát minden nyitottak vagyunk, tehát nincs megkötésünk. Az a lényege, hogy mindenki figyeljen oda az ételre. Szokták mondani a zsűriben, hogy kozmatyát hagyjátok otthon, hogy mindenki figyeljen oda, hogy ne égjen az étel, meg hát az alkoholfogyasztásán arra kell vigyázni, hogy ne sózzuk el az ételt. Szerintem ez, amit a zsűri mindig el szokott mondani, úgyhogy, de nagyon finom és nagyon jó ételeket szoktak főzni az ide látogatók. Én, ha van lehetőségem, minden főzőt is meg szoktam nézni, meg szoktam kóstolgatni. Persze én szoktam mondani, hogy nekem nincs beleszólásom a zsűrinek, mert nem szoktam bele kerülni, én nem vagyok tagja a zsűrinek. Mint tegnap beszámoltunk róla, a Magyar Kultúra Napja alkalmából Szávai Viktória és Gészabó Hunor is mezőtúra látogatott, ám ezzel egybekötve Szabó András fotókiállítását is megtekinthették az érdeklődők. A kiállított természetfotókról az alkotót kérdeztük. Önnek a kiállításán is itt vagyunk ma, egybekötve egy fantasztikus előadással. Mit tudná elmondani a kiállításról? Hát nagyon röviden én csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy nagy öröm és büszkeség számomra, hogy a két művész gyermekem ezen a mai napon itt föllép. És ez az én kis fotókiállításom egy teljesen véletlenszerűen alakult így, hiszen ennek a eredeti terve novemberben volt, mármint tavaly novemberben, aztán egy kicsit csúsztattuk tovább, és akkor viszont megtudtam, hogy hát mire készül a közösségi ház és a könyvtár a Kultúra Napja alkalmával, és akkor viszont azt kértem, hogy hát akkor csúsztassuk már januárra, hogy egy időben legyen ez. Hát úgy, mint büszke apa, és én úgy gondoltam, hogy hát a két gyermekemnek egyfajta köszöntése ez részemről. De egyébként maga a fotózás és a természet mindenféle megjelenési formája, különösen a fák, meg vonalrendszer, grafikai megjelenése, az mindig érdekelt, és hát régóta foglalkozok én fotózással, de most, amikor ezt a témát én tulajdonképpen úgy felfedeztem, hogy mennyi sok olyan dolog van körülöttünk a fákon, amelyek naponta elmennek emberek, elmegyünk mellette, és nem látjuk, nem veszük észre. Én akkor szisztematikusan direkt körbejártam, megnéztem, kerestem azt a vonalrendszert, azt a formát, azt a természetes módot, ahogy mindenféle emberi beavatkozás nélkül megjelent. És ebből készítettem a fotókat. Ön szerint ez a fajta fotózás tanulható, vagy kell hozzá egy bizonyos látásmód?
Hát természetesen a fotóművészet is egyfajta művészeti ág, tehát nyilván van ott is mit megtanulni alapvetően, de én csak amatőr módon, a tapasztalatok alapján, amit megcsináltam, nagyon sok képet, és akkor mindig rájöttem, hogy hát másképp kell kezelni a gépet, másképp kell figyelni a fényviszonyokat, és így tovább, tehát van sok buktatója ennek. Természetesen biztos van ebben nagyon sok olyan, amit előre meg lehet tanulni, meg jóval tud az ember, de én csak egy ilyen belső ösztön, ami tulajdonképpen úgy mindig kialakított bennem valamit. Kedves nézőink, Önök a Túri Hírmondót látták. Friss hírekkel holnap is várjuk majd Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!